A Regionális Közművelődés Intézet komáromi központja 2021-ben versenyt hirdetett meg a képzőművészeknek és a fotográfusoknak. Ez most kicsit más volt, nem szokványos, mivel a pandémiás helyzet néhány számításunkat keresztül húzta. Ez főleg a képzőművészeket érintette. Az első seregszemle nagy részt online valósult meg, a szakmai zsűri ülésétől kezdve egészen a végleges kiállításig. Ugyanez volt a helyzet a fotósok esetében is, és sem nekem, sem a kollégáimnak nem sikerült eddig az alkotóknak köszönetet mondanunk. Engem nagyon meglepett ez a verseny, amikor megtudtam, hogy van, és ösztönzött is arra, hogy alkossak. Egy barátnőm hívta fel a figyelmemet. Igaziból gyerekkori szerelmem volt a festés és a rajzolás, csak aztán nagyon hosszú ideig nem volt nekem erre egyáltalán időm. De megmaradt ez hobbi szinten, hogy minden évben várom, hogy na akkor mit fogok erre a kiállításra készíteni. Barátaim hívtak meg fotózni, ahogy kipróbáltam, egyből nagyon megtetszett, és ezért folytattam is. Én még jelenleg kezdő vagyok, de igyekszem minél jobb képeket alkotni. 5 évvel ezelőtt kezdtem el fotózni, és egyrészt azért, mert rendeztek egy fotótábort nálunk, és aztán nagyon megtetszett a fotózás. 5 éve fotózok, hát legjobban a növényeket közelről szeretem fotózni, és a tájat. Harmadikos koromban kezdtem el fényképezni, a kedvenc témám a természet. Nekem tetszenek ezek a versenyek, a fotókiállítások, és meg szoktam nézni a képeket, és inspirálni szoktak. Az, hogy van ilyen lehetőség kiállítani, évente megjelenni egy kiállításon, az számunkra egy ünnep, mert nem is álmodunk róla igaziból, vagy nem az a mi életünk, de mégis nagyon várjuk azt, hogy na végre akkor kiöltözünk, elmegyünk a kiállításra, ott találkozunk hasonló gondolkodású és hobbiú emberekkel. Az arcspektrumot összekapcsoltuk a fotospektrummal, s ebből egy kiállítást állítottunk össze, amely a helyi VMK-ban tekinthető meg a szünidő végéig.